Malcolm Gladwell, a kutya szemszögéből és egyéb ritka nézőpontokból. Harrynek és Davidnek. Bevezető. Kisgyerekként gyakran beosontam apám dolgozó szobájába, és belelapoztam az íróasztalán felhalmozott papírokba. Apám matematikus. Kockás papírra írt a ceruzával, a hosszú sorokat szépen rajzolt betűkből, számokból. Karosszéke karfáján ücsörögve, gyakran csodálkozva és csodálattal néztem, ahogy egymás után rója teli a lapokat. Rendkívülinek tűnt. Főként mivel ezért a nekem teljesen érthetetlen zagyvaságnak látszó tevékenységért még fizettek is neki. Ennél is lényegesebb, hogy sosem tudtam feldolgozni, hogy valaki, akit oly nagyon szeretek, nap mint nap olyasmit művel a fejében, amit én megközelítőleg sem vagyok képes felfogni. Mint később megtudtam, ez az, amit a pszichológusok a másik elme problémájának the other mind problem neveznek. Az egyéves gyerek úgy gondolja, ha ő szereti az aranyhal alakú rákcsálnivalót, akkor biztosan apa és anya is szereti. Még nem tanulta meg, hogy az ő tudattartalma különbözik mások tudattartalmától. A gyerekek azonban előbb-utóbb megtudják, hogy a szüleik nem feltétlenül rajongói a halacskát formázó nasnak és ez a pillanat fontos megismerési mérföldkő az ember egyetfejlődésében. Hiszen miért olyan rettenetesek a két évesek? Éppen azért, mert módszeresen tesztelik azt a rendkívül érdekes és számukra teljesen új érzést, hogy valami, ami nekik örömöt okoz, az másnak nem feltétlenül jelent ugyanilyen boldogságot. Az igazság az, hogy felnőttként is megmarad ez a kísérletező kedvünk és ez a rácsodálkozásunk. Ha társaságban orvossal találkozunk, mi az első dolog, amit megkérdezünk tőle? Nem az, hogy milyen a munkája, erre többé-kevésbé tudjuk a választ. Első kérdésünk valószínűleg valami olyasmi, hogy milyen érzés egész nap beteg emberekkel együtt lenni, vagy egy ehhez nagyon hasonló tartalmú kérdés. Vagyis arra vagyunk kíváncsiak, milyen érzés orvosnak lenni mert abban egészen biztosak vagyunk, hogy nem olyan érzés, mint egész nap számítógép előtt ülni, iskolában tanítani, vagy autókat eladni. Ez nem buta és nem is evidens kérdés. A mások munkatapasztalatai és szakmai élményei iránti kíváncsiság az egyik legelemibb emberi ösztönző. Végső soron engem is ez vezetett arra, hogy megírjam ezt a könyvet, amit a kedves olvasó most a kezében tart. Az e-kötetbe most összegyűjtve közreadott összes cikk megjelent korábban a The New Yorker magazinban, aminek 1996 óta belső munkatársa vagyok. Számtalan publikált írásom közül ezek a kedvenceim. Három kategóriába soroltam őket. Az első a megszállottakról és egyéb hétköznapi zsenikről szól. Nem Einstein és Winston Churchill, vagy Nelson Mandela kaliberű világformáló géniuszokról hanem olyan emberekről, mint Ron Popeil, aki a Csopomatik nevű konyhai szeletelőt árulta, és Shirley Polikov, akit egy kérdést tett híressé. Ő is, vagy ő nem? Does she or doesn't she? Amire csak a fodrásza tudja a választ. A második részt elméleteknek az ismeretek bizonyos szempontú rendszerezésének szenteltem. Hogyan gondolkodunk a hajléktalanságról, a pénzügyi botrányokról, vagy a Challenger felrobbanásához fogható katasztrófákról. A harmadik fejezet az emberekkel kapcsolatos jóslatokkal foglalkozik. Honnan tudjuk, hogy valaki hozzáértő-e vagy sem? Vagy hogy képes-e valamit igazán jól végezni? Mint a kedves olvasó látni fogja, skeptikus vagyok arra nézve, hogy milyen pontosan vagyunk képesek megalkotni az eféle ítéleteket. Az újságíró a legjobb cikkekben nem azt mutatja be, mit gondol ő maga, Inkább az érdekli, hogy leírja, mit gondolnak a hajléktalanokkal, a kecsappal, a pénzügyi botrányokkal foglalkozók a hajléktalanokról, a kecsapról és a pénzügyi botrányokról. Nem tudom például, milyen végkövetkeztetése jussak a Challenger katasztrófával kapcsolatban. Ez számomra teljesen kusza és érthetetlen. Szépen nyomtatott megfejthetetlen számok és adatok kockás papíron. De mi lenne, ha más szemszögből néznénk? valaki más fejével gondolnánk át a problémát. Van a kötetben egy cikk, amelyben például azt próbálom megérteni, mi a különbség a lélegzet visszafojtott döbbenet és a pánik reakció között. Mi határozza meg, hogy adott helyzetben hogyan viselkedünk? Ezt a cikket az ifjabb John F. Kennedy 1999-ben bekövetkezett halálos kimenetelű repülőgép balesete inspirálta. Gyakorlatlan pilóta volt, rossz időjárási körülmények között vezette a gépét, és ahogy a szakma mondja, elvesztette a horizontot, és dugóhúzó alakzatban zuhant le. Meg akartam érteni, mit érezhetett, ezért megkértem egy pilótát, vigyen fel ugyanolyan géppel, amivel Kennedy repült, azonos időjárási viszonyok között, és hajtson végre dugóhúzó manővert. Nem a féle erőltetett élményhajház újságírói fogás volt ez. Szükségesnek tartottam, ha meg akartam érteni, milyen érzés az így zuhanó gépben ülni, mert ahhoz, hogy felfogjuk, mi történt, nem elég egyszerűen tudni, hogy mit tett Kennedy. A képben vagyunk, vagy mégsem, című cikk arról szól, hogyan értelmezzük a műholdas képeket, például azokat, amelyek alapján a Bush kormányzat vélelmezte, hogy Saddam Husseinnek tömegpusztító fegyverei vannak. Azért kezdtem el foglalkozni a témával, mert eltöltöttem egy délutánt egy radiológussal. Mammográfiás képeket nézegettünk, és közben teljesen véletlenül megemlítette, hogy a mammográfiás felvételeket leletező röntgenorvosoknak nagyon hasonló problémáik vannak, mint a CIA műholdas képeket elemző szakértőinek. Tudni akartam, mi zajlik a fejében. Ő pedig azt akarta tudni, mi zajlik a CIA műholdképelemző tisztjeinek fejében. Emlékszem, abban a pillanatban enyhe szédülés fogott el. A könyv címéhez ihletet adó cikk Caesar Millen az úgynevezett kutyasuttogó portréja. Millen a legdühöttebb, legproblémásabb ebeket is le tudja csillapítani. Vajon mi zajlik Millen fejében, miközben dolgozik? Ez a kérdés inspirált ennek a cikknek a megírására, ezzel álltam neki. De a felénésem sem tartottam, amikor rájöttem, hogy van egy ennél is jobb kérdés. Miközben Millen végrehajtja ezt a varázslatot, vajon mi zajlik a kutya fejében? Ezt akarjuk igazán tudni. Mit gondol erről? Mit lát a kutya? Leggyakrabban azt kérdezik tőlem, honnan veszi az ötletet? Erre a kérdésre sosem tudok jól válaszolni. Általában valami felszíneset mondok. Például, hogy ettől, attól hallok ezt, azt, vagy hogy a szerkesztőm Henry a kezembe adott egy könyvet, amitől megindultak a gondolataim, vagy hogy egyszerűen nem emlékszem. Amikor összeállítottam ezt a kötetet, arra gondoltam, na most ezt a kérdést egyszer s mindenkorra megválaszolom. Ezért tettem bele például egy hosszú és kissé csapongó darabot a kecsapokról. Hogy miért nem állt elő senki valami jobb ötlettel, jobb termékkel, ami a Heinz ketchup konkurenciája lehetne. Ezt az ötletet ugyanis az élelmiszerkereskedelemben dolgozó Dév barátomtól kaptam. Időnként együtt ebédelünk, és ő olyan ember, aki elgondolkodik ilyesmiken. Dévnek figyelemre méltó elméletei vannak a fajtákkal kapcsolatban is, de ezt későbbre tartogatom. Egy másik cikk az amerikai hajfestékpiacon piacon utattörő nőkről szól. Azért kezdtem el ezzel foglalkozni, mert a fejembe vettem, hogy írok a samponokról. Azt hiszem, nagyon kellett egy sztori. Több interjút felvettem már a témában, amikor egy méregzsák típusú Madison avenue alany megjegyezte. Mi a fenének ír épp a samponról? A hajfesték sokkal érdekesebb. És tényleg az. Igaz a mondás. A téma az utcán hever. Megtalálásának az a titka és trükje, hogy a rávadászó írás tudó meggyőzze magát, hogy mindenből és mindenkiből ki lehet hozni egy jó sztorét. Azt mondtam, titok és trükk, de tulajdonképpen kihívást értek ez alatt. Mert valójában elég nehéz dolog. Emberi ösztöneink azt feltételeztetik velünk, hogy a legtöbb dolog egyáltalán nem érdekes. A TV távirányítójával váltogatjuk a TV csatornákat, tíz adásba is belenézünk, míg az egyik mellett döntünk. A könyvesboltban húsz regénybe is beleolvasunk, aztán kiválasztjuk azt az egyet, amit akarunk. Megszűrjük, rangsoroljuk, megítéljük a lehetőségeket. Kénytelenek vagyunk ezt tenni, hisz rettentő sok választási lehetőség van. De ha az ember író akar lenni, Nap mint nap meg kell küzdenie ezzel az érdektelenség sugalló ösztönnel. A sampon nem tűnik érdekesnek. A fenébe is. Muszáj annak lennie, és ha nem az, akkor is azt kell hinnem, hogy ha elindulok ezen a nyomon, valami érdekesre bukkanok. A kedves olvasóra bízom annak az eldöntését, hogy ebben az esetben igazan volt-e. A témavadászat másik trükkje az, hogy meglássuk a különbséget a hatalom és a tudás között. E kötetben kevés olyan emberről írok, akinek hatalma van, vagy híres. Amikor azt mondtam, hogy a kisebb zsenik jobban érdekelnek, komolyan gondoltam. Ha az ember jó sztorit akar találni, nem a csúcson kezdi, hanem középen, mert a világban a lényegi munkát a középrétekbeli emberek végzik. Dév barátom, aki a ketchup dolgában okosított, középstátusú ember. A ketchup bizniszben dolgozott. Ezért tud olyan sokat róla. A csúcsonlevők levők nyilatkozataiban nagy adag önteltség és óvatos tudatosság van, persze jogosan, mert védeniük kell pozíciójukat és jogaikat. Az ilyen jellegű öntudatosság pedig az érdekesség esküdt Például a Van új a nap alatt című írásban bemutatom Arnold morris aki egy reggel Jersey parton álló házának konyhájában a Dialomatic nevű zöldségszeletelővel rögtönzött nekem prezentációt. Jöjjenek csak ide emberek, kezdte, mintha egész tömeg állná körül. Bemutatom a legcsodálatosabb szeletelőgépet, amit valaha láttak. És felkapott egy csomag grillfűszert, amit a Showtime Roti-szeri nevű grillsütőhöz árulnak, és felkiáltott. Ezt nézzék meg! És úgy tartotta a levegőben, mintha Tiffany váza lenne. Szóval úgy tartotta a levegőben, mintha Tiffany váza lenne. Nos, így lehet rentábilis ötleteket találni egy Jersey Party konyhában. Felsőbb éves koromban még mindig nem író akartam lenni. Jogászi pályára készültem és végzős egyetemistaként elhatároztam, hogy a reklámszakmában fogok dolgozni. 18 torontói reklámügynökséghez adtam be a jelentkezésemet, és 18 elutasító levelet kaptam, amiket sorban kiragasztottam szobám falára. Még mindig megvannak valahol. Tovább akartam tanulni, magasabb fokozatot szerezni, de a jegyeim nem voltak elég jók. Megpályáztam egy egyéves ösztöndíjat valamelyik egzotikus országba, de nem én nyertem el. Az írásra, mint hivatásra csak a legutolsó körben gondoltam. Abból az egyszerű okból, hogy egy örök valóságig tartott, amíg rájöttem, hogy az írás munka is lehet. Az a kép élt bennem, hogy a munka komoly és fáradtságos valami, az írás pedig élvezetes dolog volt számomra. Miután megkaptam a diplomámat, fél évig dolgoztam a The American Spectator című kis magazinnál Indianában. Aztán Washingtonba költöztem, és néhány évig szabadúszó újságíróként dolgoztam, majd a The Washington Postnál kötöttem ki. Onnan igazoltam át a The New Yorkerhez. Közben az írás sosem szűnt meg élvezetes lenni a számomra, és remélem, hogy örömöm ezekben az írásokban is megnyilvánul semmi nem bosszant jobban, mintha valaki egy írást elolvasva dühösen kijelenti. Ezt nem veszem meg, mert nincs igaza. Rendben, ne vegye, de miért olyan dühös? A jó írás nem azon áll vagy bukik, hogy mekkora meggyőző ereje van. Főleg nem az olyan kis riportok és cikkek esetében, amilyenek ebben a kötetben olvashatók. A jó riport lényege abban áll, mennyire képes bevonni az olvasót, lekötni a figyelmét, gondolkodásra késztetni, akár azzal, hogy bepillantást enged neki más emberek gondolkodásába, míg ha a végén arra a következtetésre is jut, hogy ő maga köszöni, nem igazán szeretne a riportalany fejével gondolkodni. Kalandnak neveztem ezeket az írásokat, mert mindegyiket annak szántam. Egy kis szellemi kalandnak. Jó szórakozást! Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos könyv alkalmazásban! A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice!